Hetekig készültek a helyi gyerekek, hogy elsőként tartassanak táncbemutatót a felújított Cikói Művelődési Ház színpadán. Az épületet a kistelepülés valamennyi civil szervezete rendszeresen használja, ezért volt fontos a faluban élőknek a korszerűsítés. Nem telik el új nap, sem itt a megyében, sem a választókerületemben, hogy ne adnánk át valamilyen fejlesztés, beruházást, felújítást. Akár ez legyen toppos pályázat, akár pedig magyar faluban elkészült pályázat, vagy más egyéb forrásból elkészült beruházást. Cikón 55 millió forintot költhettek a művelődési ház felújítására. Ebből a pénzből a 342 négyzetméter alapterületű épületet teljes egészében leszigetelték és kicserélték a nyílászárókat, valamint a tetőre napelemek kerültek, belülre pedig energiatakarékos radiátorok. Utóbbi fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény évente több mint 29 tonnával kevesebb széndioxidot bocsát ki, mint korábban. Vár alján többek között az orvosi rendelőben eszközbeszerzés történt, a helyi temetőben egy kisebb útszakaszt újítottak fel, és egy kis traktort is vásároltak, a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ma átadásra kerültek a 2019-es évben megnyert Magyar Falu pályázatok. Ugye itt a pandémia miatt már kétszer meg volt tervezve, de ez miatt ugye elmaradtak az átadó ünnepségek, úgyhogy most gyorsan első körbe átadtuk a 2019-es pályázatot, hiszen már 20-as pályázatunk is van nyertes, és a mai nap folyamán átadásra került az orvosi rendelőbe beszerzett eszközök, a temető útjára megnyert 5 milliós pályázat, amiből urnafalat és egy temetői útszakaszt újítottunk fel. Átadásra került egy eszközbeszerzési pályázat, amit kismányokkal közösen nyertünk meg, és amiből olyan eszközöket vásároltunk, ugye, ami a település belterületének a karbantartását szolgálja. Itt látható ez a kis traktor, amit ennek a pályázatnak a keretein belül sikerült beszereznünk. Átadásra került még egy helyi identitás alapjainak megszervezése. Váraján pályázat keretein belül a művelődési ház vizes blokkját újítottuk fel 15 millió forint értékbe, illetve eszközöket és programokat valósítottunk meg, és a közösség szervezőnek az egyéves bérét sikerült ennek a pályázatnak a keretein belül megnyernünk. Nagyon örülünk a Magyarország kormánya által útnak indított Magyar Falu programnak, hiszen ezáltal a kis települések lehetőséget kapnak arra, hogy amit önerőből nem tudnak megvalósítani, akkor meg tudják pályázni ezen pályázatnak a keretein belül. Újabb 7 pályázatot nyújtottunk be 2021-be, és nagy várakozással tekintünk az eredmények elébe, és reméljük, hogy ismét sikerül nyernünk, hogy minél több fejlesztést tudjunk eszközölni a településünk életében. Kisvejként közel 10 millió forint értékben történtek fejlesztések. A polgármester elmondása szerint a program nagy segítség a kistelepüléseknek. A kistelepülések ezek nélkül, a pályázatok nélkül nem tudnának előrébb jutni. A mai napon át tudtuk adni a temető infrastruktúra fejlesztés elnevezésű pályázatunkat, ami majdnem 5 millió forint összegből valósult meg, egy térkőjárda a temetőben, és átadhattunk ma egy játszóteret, és a gyerekek nagy-nagy örömére szintén közel 5 millió forint értékben. Jelenleg is több pályázatunk várja a sikeres elbírálást, ebben nagyon bízunk. És hát azért szeretjük nagyon, a kis települések azért szeretik nagyon a Magyar Falu programot, mert széles skálán mozog a fejlődési lehetőség a pályázatok által, úgy, mint eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás, és a közösségi élet szervezéséhez is nagy segítséget nyújtanak a kisfalvaknak. Nagyon fontos lenne a kommunális eszközök, tehát a közterületek karbantartására. Mi pályázatot nyújtottunk be, szeretnénk egy traktort különböző eszközökkel,
amivel a települést rendben tudnánk tartani. Ez nagyon fontos lenne számunkra. Az idei évben a Magyar Falu programban összesen 250 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a kis településeket. Ami az elmúlt időszakban, a járvány idején, járványhelyzet idején elkészült, azt most próbáltuk ezen a két településen csomagban átadni. Ezek a pályázatok, nyertes pályázatok is jelentik azt, hogy bizonyítják azt, hogy a magyar kormány odafigyel ezekre a településekre, és jelentős összegekkel próbálja ezeknek a településnek az életét könnyíteni, illetve a fejlesztéseket biztosítani. Az idei évben a Magyar Falu programban összesen 250 milliárd forinttal támogatjuk ezeket a településeket. De egyébként az elmúlt időszakban közel 2,5 milliárd forinttal tudtak fejleszteni Magyar Falu programból az én választókerületemben lévő települések, azaz 56 település.